Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymeleg Várkonyhájában. Ebben a videóban egy habcsótekercs elkészítését mutatom meg, vagy más néven Pavlova tekercs, vagy Pavlova rolád, de nem a hagyományos verzióban, tehát a cukros változatban, hanem édesítővel, méghozzá most ez eritrittel készül. Könnyebb dolgunk is van egyébként, mint a hagyományos cukros változatnál, mert nem törik, nem reped annyira szét. Először még puhának tűnik, de majd ahogy hűl, úgy egyre keményebb, roppanósabb lesz a tészta, viszont feltekerésnél nem törik úgy el, mint az igazi cukros változat. Kiváló felhasználási módja ez a sütemény a megmaradt tojásfehérjéknek, legalábbis nálam nagyon sokszor kimarad, ezeket a fagyasztóban gyűjtöm, kettesével szoktam pici kis műanyag dobozokban lefagyasztani. Lisztet nem tartalmaz, úgy, ahogy a hagyományos verzió sem, egy nagyon pici keményítőt fogunk majd beletenni. Azért használtam most eritritet tőlem szokatlan módon, mert négyszeres édesítővel is kipróbáltam, de akkor egy ilyen nagyon puha tésztát kaptam, és még csak véletlenül sem emlékeztetett a Pavlovára, erre a roppanós külsejű tésztára. Egy nagyon kevés szeletelt mandulával is megszórtam kívülről, és lemonkördös, krémsajtos, áfonyás töltelékkel töltöttem meg. Először a citromkrémet készítjük el, ez most egy fél adag lesz, korábban már láthattátok nálam a teljes adagot, most 2 tojássárgára, 1 citromhéjára, 50 ml citromlére, 10 g vagy ízlé szerinti négyszeres édesítőre, és 50 g hideg vajra lesz hozzá szükségünk. Ezt nagyon könnyű elkészíteni, tényleg pillanatok alatt elkészül. A tojássárgákhoz adjuk hozzá az édesítőt, a citromlevet és a citromhéjat, majd közepes lángon kezdjük el főzni. Közben keverjük. Én amikor biocitromot kapok jó árban, akkor mindig veszek 4-5 darabot, ezt lereszelem a héját és lefagyasztom. A citromlevet pedig kicsavarom és ilyen jégkocka tartóba tárolom a fagyasztóba, tehát egyszeri alkalommal, hogyha kaptok akciósan, akkor ti is megtehetitek így, mert amúgy elég borsos ára van, de hát citromhéjat sajnos csak kezeletlent tudunk használni. Tehát folyamatos keverés mellett várjuk meg, míg besűrűsödik, és amikor elkészült, akkor kapcsoljuk le alatta a lángot, és a vajat kockánként keverjük bele. Tehát csak akkor tegyük bele mindig a következő kockát, amikor már az előzőt elolvadt és elkevertük alaposan. Ezután egy folpakkal takarjuk le úgy, hogy hozzáérjen a felületéhez, majd tegyük a hűtőbe, hogy kihűljön. Készítsük el a habcsóktekercs tésztáját. A habcsókhoz szükségünk lesz 6 ml tojásfehérjére, ez nekem 155 g lett, 90 g eritritre, fél kávéskanálnyi vaníliára, vagy ízlés szerint, fél teáskanál citromlére, egy púpos evőkanálnyi, vagy 15 g keményítőre, és én még mandulával megszórtam, ilyen szeretett mandulával, egy 20-30 g-mal, ezt nem pirítottam most meg előtte, hiszen sütéskor majd meg fog pirulni a külseje. Ezen kívül egy 28x39 nagyjából méretű, centiméter méretű tepsire lesz szükség. Adtam egy nagyon pici késhegynyi sót a tojásfehérjéhez, és elkezdtem felverni. Amikor már szépen kezdett habosodni, akkor hozzáadtam több részletben az édesítőt, a citromlevet. Körülbelül 8 percig vertem, majd utána adtam hozzá a keményítőt, és még egy olyan 2 percet vertem tovább így a keményítővel. Ezután belesimítottam a tepsibe, próbáltam minél egyenletesebben elkenni, hogy egyforma vastagságú legyen. Ezután pedig megszórtam a szeletelt mandulával, de ez lehet pisztácia, lehet akár dió is, de el is hagyható, tehát nem is muszáj megszórni semmivel. Én utána még egy picit a tortakéssel a tetejét áthúztam, hogy egy picit belemélyedjenek, ne peregjen le róla, még véletlenül se a mandula. Ezután 160 fokra előmelegített sütőben egy 18-20 perc alatt készre sütöttem. Egy másik sütőpapír segítségével és egy ráccsal átfordítottam, hogy a mandulás rész legyen alul, mert majd mikor feltekerjük, nyilván ez lesz kívül. Majd lehúztam róla a sütőpapírt, és egy picit hagytam hűlni. Amíg hűlt a tészta, addig elkészítettem a krémet. Ezt nem kell feltekerni, ezt így kell hagyni hűlni. Pont annyi idő alatt hűl annyira, hogy tölthető legyen, míg elkészítjük a krémet. A krémhez szükségünk lesz 250 g bármilyen krémsajtra, az elkészült citromkrémre, ami már közben kihűlt, 200 ml tejszínre, 7 g vagy ízlés szerinti édesítőre, négyszeres édesítőre, fél csomag zselatinfixre, és ízlés szerint áfonyára, de ez lehet bármilyen más gyümölcs is, amit szerettek. A jól lehűtött tejszínt kezdjük el habbá verni, majd amikor már habosodik, adjuk hozzá az édesítőt, végül keverjük hozzá a zselatinfixet is,
és tegyük félre. A szobahőmérsékletű krémsajtot kezdjük el krémesre keverni, majd adjuk hozzá az elkészült és lehűtött citromkrémet is, és ha jó alaposan kikevertük, akkor kezdjük el hozzáadagolni a jól felvett tejszínhabot. Simítsuk egyenletesen rá a közben kihűlt tésztalapra, és 2-3 evőkanálnyit érdemes meghagyni a díszítéshez. Töltsük meg a kedvenc gyümölcsünkkel, én itt áfonyát használtam, majd egy sütőpapír segítségével tekerjük fel. Vonalzóval tudtok húzni rajta feszesre. Én a krémből egy nagyon keveset hagytam ki, ezt habzsákba töltöttem, és ezzel díszítettem meg. Pár szem áfonyát is tettem a tetejére, és poriédesítővel is megszórtam. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is. Nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessetek az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon is. Sziasztok!